Szigorú előírások közepette zajlik a magyar érettségi. A diákoknak szájmaszkot és kesztyűt is adtak vizsga előtt. Mától ismét kinyithattak az üzletek vidéken, csak Budapesten és Pest megyében marad az eddigi kijárási korlátozás. Fokozatosan komoly biztonsági előírások mellett indul újra az egészségügyi ellátás az országban, kötelező a lázmérés. És több tucat benzinkutat zártak be ideiglenesen a visszaesett kereslet miatt, van, ahol a nyitvatartást rövidítették meg. Ez itt az ATV híradó. A stúdióban Gajdos Tamás. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket az ATV déli híradójában. Rendkívüli biztonsági intézkedések közepette zajlik a magyar érettségi. 1144 helyszínen több mint 84 ezer diák kezdte meg reggel 9 órakor ma az írásbelit. Az idei vizsga szigorú szabályok szerint zajlik majd. Maruzsa Zoltán államtitkár elmondta, hogy a védekezéshez szükséges eszközök, maszkok, kesztyűk, fertőtlenítők kiszállítása megtörtént az intézményekbe. A vizsgázóknak erősen ajánlotta maszk viselése. Az írásbeli nyitott ablakok és folyamatos szellőztetés mellett zajlik. Az érettségi ma nem kötelező, még ma is vissza lehetett lépni a vizsgától, amelyet később pótolhatnak a diákok. Maximális kapacitással üzemel a fővárosi tömegközlekedés az érettségig ideje alatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Ezek szerint mától május 21-ig újra a járványhelyzet előtti, a tanítási időszakban érvényes menetrend szerint indulnak a járatok. Ez azt jelenti, hogy naponta 200 járművel több lesz forgalomban, mint az elmúlt időszakban. Mivel a legtöbb vizsgát ezen a héten tartják, péntekig a legtöbb vonalon a vizsgák kezdetéig, vagyis reggel 9-ig sűrűbben közlekednek a járatok. Mától Budapest és Pest megye kivételével országszerte a szokásos rendjüknek megfelelően tarthatnak nyitva az üzletek, megszűnik a kijárási korlátozás. Kötelező lesz azonban a szájmaszk vagy valamilyen kendő használat az üzletekben, illetve a tömegközlekedésben. Az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és drogériákat délelőtt 9 és 12 között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják. A központi régióból csak alapos indokkal lehet vidékre utazni, ezt rendőrök is ellenőrzik majd. Vidékiek azonban megkötés nélkül jöhetnek a fővárosba. Fokozatosan oldják fel a közegészségügyi ellátási korlátozásokat is. Biztonsági előírások betartása mellett mától fokozatosan újraindulhat tehát az egészségügyi ellátás, ezek szerint a háziorvosok, gyermekorvosok és a fogorvosok időpont egyeztetés után fogadhatnak pácienseket. Újraindulhat a védőnői szolgálat és a szakrendelések is elkezdődhetnek. Újra nyithatnak a magánszolgáltatók is. Előírás ugyanakkor, hogy a rendelőkbe csak lázmérés után lehet belépni, odabent pedig biztosítani kell a másfél méteres távolságot a váróteremben. Kötelező lesz a kézfertőtlenítés és a szájmaszk használata is. 3000 fölé emelkedett a koronavírus fertőzöttek száma, miután 37 embernél mutatták ki a vírus jelenlétét. A 3035 esetből azonban már csak 2055-en betegek jelenleg is, a többiek meggyógyultak. Közben újabb 11 idős, krónikus betegségben is szenvedő fertőzött halt meg az elmúlt 24 órában, így számuk 351-re emelkedett. Az operatív törzs hivatalos oldala mostantól bontva közli az adatokat, külön a Budapest és Pest megyei, és külön a vidéki adatokat. Ezek szerint az aktív fertőzöttek 63, míg az áldozatok 79%-a budapesti vagy Pest megyei. A tájékoztatás szerint a kórházak időközben felkészültek a tömeges megbetegedésekre is. Sajnos ez minden nap előfordul, hogy el kell, hogy veszítsünk embertársainkat a járvány alatt. A számok azonban úgy tűnik, hogy kiegyensúlyozódnak. Most már közel egy hete látjuk azt, hogy nem emelkedik jelentős mértékben sem a fertőzöttek száma, nyilván napi ingadozások vannak, de kiegyenlítődik körülbelül egy hete már ezeknek az aránya. A Debreceni Egyetemen is megkezdték az ország 4 egyetemén zajló tesztelést. 17 ezer állampolgárt jelöltek ki statisztikai alapon, akikkel elvégzik a vizsgálatokat. A szakemberek egy évre kaptak engedélyt ennek a kutatásnak az elvégzéséhez, amelyet 2-3 hónap múlva megismételnek majd. Így alakulhat ki az a kép, amely már mutatja, hogy miként terjed a vírus, és miként alakul ki az immunitás az emberekben. Tegnap felhívtak telefonon, nagyon egyszerűen, olyan délelőtt 11 óra körül.
A Központi Statisztikai Hivatal adta le azt a névsort, amely alapján behívják azokat, akiket kijelöltek a tesztelésre. Aki vállalja, annak komoly feltételeknek kell megfelelnie, míg elkezdik a vizsgálatot. Szigorúan pontos időre kell érkezni, és akkor a legelső, hogy egyáltalán az épületbe beléphessünk, itt van testhőmérsékletmérés, kikérdezés, zsilipes rendszeren keresztül kell bejönni, és egyáltalán csak azután kezdődik el az úgynevezett vizsgálat. A Debreceni Klinikai Központ vezetője azt mondta, hogy azt mindenkinek tudnia kell, hogy a megkeresésre lehet nemet is mondani. Önkéntes szűrés, tehát csak egy nagyon-nagyon fontos dolog van, hogy minden állampolgár, aki kap egy behívót, ő valójában 500 ezer, 2000 másik állampolgárt képvisel Magyarországon. Tehát itt most tényleg az van, hogy egy mindenkiért, mindenki egyért. A szakemberek egy évre kaptak engedélyt a vizsgálatok elvégzéséhez. Azt mondják, hogy akkor lesz értelme a kutatásnak, ha 2-3 hónap múlva újra tesztelnének, illetve utána még egyszer. Akkor látnánk azt, hogy hogy változik a magyar állampolgároknak a védettsége és a járványnak a levonulása, hogy esetlegesen ez a csúcson most ez tényleg teljesen kilapítottuk a görbét, vagy az eddigi pandémiákhoz hasonlóan jön majd egy újabb csúcs. A tesztre érkezőktől vért, illetve orr- és garat mintát vesznek, így nagy pontossággal lehet majd meghatározni, hogy az ország egyes részein milyen szintet ért el valójában a fertőzöttség. Most elsősorban a potenciális vírushordozók azonosítását és elkülönítését szolgálja ez a mostani nagyszámú teszt elvégzése, mondta Falus András a Startban. Az immunológus hozzátette, azt is fel lehet térképezni az eljárás segítségével, hogy honnan lehet várni a második hullámot majd ősszel. Rengeteget lehet megtudni a regionalitásról is, hogy hol vannak a gócpontok. Ugyanakkor mindenki abban bízik, ahogy fogalmazott, hogy az már laposabb lesz, és nem igényel annyi orvosi felkészülés már, mint az őszi második hullám. A szakember hozzátette, csak feltételezés, hogy ősszel lesz az a következő szakasz. A nagy meleg ugyanis nem kedvez a vírus terjedésének. Tehát a meleg ellent mond, és ebben a, hát mindannyian tudjuk, hogy influenza is szeptember végén, október elején ebben a nedvesebb, taknyosabb, bocsánat, időben jobban teljed. Ez egy feltételezés, nem ismerjük jól ezt a COVID-2 koronavírus. Nincs háború Kásler Miklós és közötte, erről Merkeli Béla, a SOTE rektora beszélt az ATV tegnap esti heti napló Schwabi Andrással című műsorában. Merkeli Béla azt is elmondta, nem akar miniszter lenni. Beszélt arról is, hogy azért állt ki Cserháti Péter az Országos Rehabilitációs Intézet leváltott igazgatója mellett, mert tisztességes embernek és kiváló orvosnak tartja. A koronavírus járvánnyal kapcsolatban kifejtette, ősz végére meg lehet a vakcina, szerinte német vagy amerikai tudósok juthatnak el az oltóanyag kifejlesztéséig. A rektor azt is elmondta, hogy támogatja, hogy a fővárosiak a távolságtartás betartásával kimenjenek a szabadba, és nem ért egyet a Margit-sziget Karácsony Gergely által elrendelt lezárásával. Sokak számára okozhat nehézséget az álláskeresési járadék összege és annak időtartama, ismerte el a Népszavának Parag László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a lapnak azt mondta, a jelenlegi rendszer ugyanakkor arra ösztönzi az érintetteket, hogy igyekezzenek elhelyezkedni. A kormány ehhez azzal járul hozzá, hogy segíti a munkahelyek megtartását, tette hozzá Parag. Szerinte, ha meghosszabbítanák a 3 hónapos segélyezési időszakot, akkor azt később már nehéz lenne visszavonni. Mint mondta, ha mégis rövidnek bizonyulna ez az időszak, akkor a tapasztalatok alapján lehet beszélni a meghosszabbításról. A KSH márciusi adatai szerint egyébként átlagosan 10,5, de akár 12 hónapig is eltarthat az álláskeresés. Átfogó szociális programmal kíván segíteni a koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került lakosoknak a második kerületi önkormányzat. Őrsi Gergely polgármester híradónknak elmondta, elsősorban kis és családi, valamint egyéni vállalkozások kerültek nehéz helyzetbe a kerületben, de sok fiatal számára is gondot okoz például az albérletek díjának kifizetése. A legsúlyosabban a szolgáltató szektort érinti a koronavírus járvány. A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet óta a hivatalos adatok szerint több mint 50 ezren vesztették el az állásukat, de szakértők szerint a valós szám már a 100 ezret is meghaladhatta. Bár ezek az emberek önhibájukon kívül vesztették el az állásaikat, albérletet és közüzemi számlákat így is fizetniük kell.
Hogy ne kerüljenek még ennél is nagyobb bajba, több kerület támogatási programot hirdetett a járvány miatt bajba jutott helyi lakosok számára. A második kerületben egy átfogó támogatási rendszert dolgoztak ki bérpótló támogatással, gondozási támogatással, albérletdíj támogatással és megemelt támogatási összegekkel. A polgármester azt mondta híradónknak, a program kidolgozásánál a 2008-as válságot vették alapul, de menet közben is tudnak változtatni a feltételeken. Az a cél, hogy a lehető legtöbb embernek tudjanak segíteni. A legfontosabb az az, hogy a lehető legtöbb munkahelyet megtartsuk itt. Gondolok én arra, hogy az önkormányzati munkavállalókat, akár a parkolólők, bölcsődei, óvodai dolgozóknak természetesen azon vagyunk, hogy megtartsuk az ő állásukat. A hatodik kerületben április közepén vezettek be hasonló intézkedéseket. A Terézváros melléd áll nevű program lényege, hogy akik március 11-e után vesztették el az állásukat, havi 100 000 forintot kaphatnak 3 hónapon keresztül. Akik pedig a jelenlegi helyzetben nem tudják az albérleti díjukat kifizetni, mostantól támogatást kérhetnek Terézvárosban. Sokan most olyanok kerülnek helyzetbe, akik eddig mondjuk a középosztályhoz tartoztak. De ezek az emberek eddig nem is fordultak az önkormányzatokhoz általában bármiféle segítségért, és most nekik is, hozzájuk is el kell juttatnunk ezeket a híreket, hogy ők is fordulhatnak, nekik is van segítség itt. Emiatt szerintem most az igénybevő köre az egyről konstans volt, tehát olyan heti 70-80-100 ember körülbelül az elmúlt néhány hétben. Soproni Tamás azt mondta, 200 millió forintot különítettek el a nehéz helyzetbe kerülők megsegítésére, de ha szükséges, bővítik a keretet. Ezt egyébként a képviselőtestület is támogatja. Orbán Viktor korábban azt mondta, ha valaki a járvány miatt veszíti el a munkáját, akkor 3 hónapig álláskeresési támogatást kap, utána biztosan el tud helyezkedni vagy valamilyen cégnél, vagy az állam ad neki munkát. Sikeresnek tartja a polgármester és a Drávaszerdahelyen élők is azt, hogy a faluban a helyiek nem csomagokat és más juttatást kaptak, hanem egy ideig a rászorulók egy napi keret erejéig vásárolhattak fizetés nélkül a helyi üzletben. A boltot az önkormányzat üzemelteti, így tudtak segíteni. Az akció egyelőre véget ér, de ha szükség lesz rá, akkor újraindulhat. Drávaszerdahelyen az önkormányzat boltjában a veszélyhelyzet kihirdetésétől kezdődően csak a helyi polgárok vásároltak. Ennek az volt az oka, hogy az alapvető élelmiszereket beszerzési áron árulták, de azoknak, akiknek még ezek beszerzése is gondot okozott, további kedvezményt adtak. Nem csomagot biztosítottunk, hanem azt mondtam, hogy a gyerek nélküli családok azok naponta 1000 forintért, ahol egy vagy két gyerek van, ott naponta 2000 forintért, és ahol kettőnél több gyerek van, azok pedig naponta 3000 forintért vásárolhattak térítésmentesen Drávaszerdahelyi boltunkban. Sokan kihasználták ezt? Gyakorlatilag mindenki kihasználta. A polgármester azt mondta, hogy senki sem élt vissza az ingyenes vásárlás lehetőségével, nem is nagyon tudtak volna, hiszen előre meghatározták, hogy ezt a keretet mire lehet fordítani. Meg volt szabva, hogy mennyit vihetnek, milyen összegben, és a napi létfontosságú dolgokat, kenyér, tej, tejtermékek, hús, zöldség. Jó, örültem neki. Mit használt ki belőle? Hát vásárolt rajtam cukrot, tejet, ami életfontosságú, kenyeret, mindent, ami kellett. Jó. Az akció egyelőre befejeződött, de ha romlana a helyzet, akár újra is indulhat. Az ormánysági kisfaluban egyébként gyakori, hogy a helyieket segíti az önkormányzat. Több benzinkutat is bezárnak a hazai vállalatok, miután jelentősen visszaesett az üzemanyag értékesítés, számolt be róla az RTL Klub. A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára a csatornának elmondta, van olyan autópálya melletti benzinkút, ahol egy nap alatt mindössze egyetlen autót tankoltak meg. A visszaesett kereslet miatt a MOL és a Shell is kutakat zárt be ideiglenesen. A Shell eddig 15 töltőállomás működését szünetelteti, míg a MOL május végétől 25 kutat zár majd be ideiglenesen, ami több mint 5%-a az összesnek. Emellett sok helyen rövidített nyitatartással működnek a benzinkutak. Márciusról áprilisra a gázolaj 25, míg a benzin értékesítése 30%-kal esett vissza. Gyorsított eljárásban vizsgál az Európai Unió egy ígéretesnek tűnő koronavírus elleni szert, számolt be róla a 24.hu. A svéd gyógyszerügynökség szerint a szer bevezetéséről napokon belül dönthetnek a szakemberek. Az Egyesült Államokban már engedélyezték a súlyos állapotban lévő fertőzöttek kezelésére a Remdesivir nevű gyógyszert. Várhatóan Japánban is megadják majd az engedélyeket ennek használatához.
Ezt a gyógyszert eredetileg az ebola lehetséges ellenszereként fejlesztették ki. Egy egészségügyi szaklap szerint ez a gyógyszer, ennek alkalmazása 70%-ban lehet hatékony, ugyanakkor komoly mellékhatása is lehetnek, például a vesére nézve. Miközben a világ több országában is elkezdett fokozatosan normalizálódni az élet, Oroszországban minden eddiginél több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt, így továbbra is marad a leállás. Még mindig kórházban van Mihály Misusztyin kormányfő is, aki csütörtökön jelentette be, hogy elkapta a betegséget. A napsütés ellenére csendesek Moszkva utcái. Oroszországban egy nap alatt csak nem 11 ezer új COVID-19-es fertőzöttet regisztráltak, a legtöbbet, amióta a járvány kitört az országban, és ezzel 135 ezerre emelkedett a betegek száma. A legtöbb fertőzött a fővárosban van. Spanyolországban viszont elkezdtek enyhíteni a korlátozásokon, így az üdülőhelyekre lassan kezd visszatérni az élet. Az ibériai országban most regisztrálták a legkevesebb halálos áldozatot március közepe óta, de így is 25 ezer fölött van a halottak száma. Izraelben az iskolák újra megnyithatták kapuikat, bár több önkormányzat és szülő is bojkottálta az intézkedést. Szerintük ugyanis az intézmények nem készültek fel megfelelően a gyerekek fogadására. Mások viszont bizakodnak. Meg kell tenni az első lépéseket, mert különben soha nem tér vissza a normális élet, mondta egy tanárnő. Izraelben a 6 hétig tartó leállás következtében csak nem 30%-ra ugrott a munkanélküliség, a gazdaság pedig akár 12%-kal is visszaeshet. Dél-Koreában az emberek elárasztották a vidám parkokat, miután a hatóságok itt is lazítottak a korlátozásokon. A bejáratnál lázat mérnek, az emberek szájmaszkban járnak. Nagyszerű együtt lenni a családdal, bár még óvatosak vagyunk, de minden rendben lesz, mondta egy apuka. Egy hét múlva kezdenek majd el fokozatosan enyhíteni a szigorú intézkedéseken Franciaországban. Párizsban a szobrokra szájmaszkot tettek, így intik az embereket elővigyázatosságra. Az Eiffel-torony pedig szombaton este csillogott-villogott az egészségügyi dolgozók tiszteletére. Őket köszöntötték a látványos légi bemutatók is Washingtonban és több más amerikai városban. Az Egyesült Államok több államában péntektől elkezdett normalizálódni az élet. Kaliforniában és New Yorkban viszont továbbra is tartanak a szigorú korlátozások. Hiába volt a járvány miatti korlátozás, a Zala megyei Kistolmácson így is felállították a májusfát. A helyiek azt mondták, hogy ezt nem lehetett elhagyni, főleg azután nem, hogy már a húsvéti ünnepeket is másképp kellett tartani. Mindezt úgy tették, hogy a kedvelt kiránduló helyet a hétvégére még lezárta a polgármester. A kis zalai faluban szinte mindenki tudta, hogy a járvány ellenére megtartják a májusfa állítást. Azt mondják, hogy ennek olyan hagyománya van, hogy nem lehetett kihagyni. Figyeltek mindenre, hogy a fertőzés esélyét minimálisra csökkentsék. Ez nem maradhat el, akármilyen járvány van. És előóvatossággal csináltuk ezt is azért, hogy ne legyen belőle probléma, gond. Azért meg tudjuk ezt csinálni. Szerettünk volna járókelőket is megkérdezni, hogy mit szólnak a fához, de a faluba ezen a hétvégén idegenek nem érkezhettek. Itt a helyiek is fegyelmezettek, nem nagyon hagyják el otthonaikat. Hát a visszajelzések Kistolmácson jók, tehát megpróbálják betartani, be is tartják a szabályokat, nincs probléma, az idősek nem nagyon járkálnak. Ugye hát a buszközlekedés is most már úgy volt, hogy csak előre megvett jeggyel lehetett közlekedni, vagy interneten keresztül. Hát az idősek ezt nem tudták elérni, és hál' Istennek otthon maradtak. A kistolmácsi polgármester azt is elmondta, hogy ezúttal az ő fájuk azoké is lesz, akiknél idén ez a hagyomány elmaradt. Elvileg több mint 2 hét múlva lesz esedékes a kivágása, így azt még nem tudják, hogy azt az ünnepet is meg tudják-e tartani. Meghalt Szilágyi István színművész, akit az ország csak Lópici Gáspárként ismert, saját fia verte agyon. A férfit őrizetbe vették. A baptista szeretetszolgálat programigazgatója majdnem 2 hónapja segítette a művészt. Szerinte nem ez volt az első eset, hogy a fiú bántalmazta az apját. A rendőrség emberülés miatt eljárást indított. Rendőrségi szalaggal zárták el a 17. kerületi 10. utca egy részét. Május 3-án egy kora reggeli bejelentésre mentek ki a rendőrök, miszerint egy fiú bántalmazza az édesapját. A kollégáim kimentek a helyszínre, szemlét tartottak, és megállapították azt is, hogy a férfi halálát idegenkezűség bántalmazás okozta. A támadót a kollégáim a helyszínen elfogták,
előállították, elszámoltatása jelenleg folyamatban van. Ezt én mondom, Lópici Gáspár? Lópici Gáspárként ismerte meg az ország Szilágyi Istvánt a 70-es években, ez a felvétel pedig néhány napja készült. Valószínűleg ez az utolsó a színművészről. Pénteken voltam itt, és hát igazából fel se tudom fogni, hogy mi történt. Döbbenet. Pénteken ő hogy volt? Mit lehet tudni az utolsó napjairól? Ugye nagyon sokat segített ön neki. Hát én pénteken itt voltam, takarítottam, hosszú nagy terveink voltak. Én most már hetek óta elkezdtem egy gyűjtést a művész úrnak. Elkezdtem szervezni egy gyűjtést, hogy az volt a tervünk, hogy hát ha nem is az egész házat, de legalább egy-két helyiséget rendbe rakunk. A Baptista Szeretetszolgálat programigazgatóját egy Facebook csoportban keresték meg, hogy tudja. Állítólag a fia agyonverte a művészt. Bariz Zsuzsa a helyszínre ment, ahol, mint mondta, a rendőrség megerősítette neki az információt. Milyen volt a kapcsolatuk? Én csak ezt az 50 napot látom, amióta ide járok. Így előtt én nem észleltem semmit, azon kívül, hogy egyszer-kétszer, amikor itt voltam, Jolika is, meg a művész úr is tiszta folt, kék-zöld folt, volt az arca, és kérdeztem, hogy mi történt, mind a ketten egyhangban mondták, hogy elestek. És mondtam, hogy de ilyen nincs, hogy egyszerre esnek el, és véres volt az arcuk, minden, és akkor a művész úr kikelt magából, és azt mondta, hogy már pedig van. Elestünk, és kész. Pár perccel később a Péter elment otthonról, és akkor a Jolika a kis szerénységével, még szelíd hangjával mondta, hogy hát de most már mondjuk el a Dezsőnek, már megbízunk annyira benne, hogy nem elestünk, hanem megütött a Péter. És a művész úr azt mondta, hogy engem akkor se ütött meg, én elestem és kész. Szilágyi István több tucat színdarabban szerepelt, emellett pedig pályafutása alatt szinte minden évben forgatott egy, de volt, amikor több filmet is. Munkáját több díjjal is elismerték, az utóbbi éveket azonban legalábbis a beszámolók szerint nagy nélkülözésben töltötte. Szilágyi István 82 éves volt. A túlóra törvény elleni tüntetések három résztvevője ellen emelt vádat az ügyészség hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt, közölte a főügyész. Az ügyészség szerint 2018. decemberében a vádlottak egymástól függetlenül üvegeket és pirotechnikai eszközöket dobáltak a parlament védelmére felsorakozott rendőrök közé, többeket el is találtak közülük. Ezen kívül a rendőrsorfalat is megpróbálták áttörni, ennek érdekében testtel lökték meg az ott álló rendőröket. A vádirat szerint a rendőrök emiatt csak nehezítve tudták ellátni a feladatukat. Hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt egyébként 1-5 évig terjedő börtönbüntetést is ki lehet szabni. Híradónk után most kezdődik a Fórum Slazsánszky Ferenccel, mindjárt meg tudjuk milyen témákkal. Szervusz Feri! Szervusz Tamás, köszöntöm a kedves nézőket! Két olyan témát ajánlok, ami a délelőtti fórumban került szóba. Telefonált egy kis vállalkozó, azt mondja, hogy több százezren vannak úgy, mint ő, semmiféle támogatást nem kapnak, üzemelni nem tudnak, az adóterheket viszont elvárják tőlük, és fogalmuk nincs, hogy mi lesz a jövő számukra. Lehet ez az egyik téma, a másik sem túlzottan szívderítőbb. Szabolcsból, egy faluból telefonált egy hölgy, azt mondta, hogy szerinte az ő falujukat gyakorlatilag éhenhalásra ítélték, munka nincs, támogatás nincs, segély nincs, és fogalmuk sincs arról, hogy hogyan tovább. Úgyhogy két elég durva téma, de hát ilyen időket élünk. Köszönjük szépen, Feri, hát nem vidám témák valóban, de lesz erről véleményük, gondolom a kedves nézőknek is hívják, tehát most a fórum számát beszélgessenek erről Slazsánszky Ferenccel. Én most elbúcsúzom, de ne felejtjék, híradó lesz délután 17 óra 25-kor is, akkor Nemes Anna várja már önöket. Maradjanak otthon, nézik az ATV-t, szép napot mindenkinek!